Rejtő Jenő, Vesztek Zára Grand Hotelben, harmadik fejezet. A rendőrség, felelt egy kemény hang. Csend. Az ősz ember lassan a hátsó zsebe felé nyúlt. Mód két kézzel megragadta a karját, mielőtt a revolver előkerült. Azután, mintha kicserélték volna az imént ideges, nyugtalan nőt, higgadtan, szinte közömbösen kiáltotta. Nem értem, kérem, engem keres a rendőrség? Miféle ostobaság ez? A rendőrség a szálló valamennyi lakóját kéreti, hogy fáradjanak le a halba. Miért? A Grand Hotel Vesztek Zár alá kerül, felelt a hang. Lépések távolodtak, és már a szomszédságból hallatszott a kopogtatás. Elvesztünk, mondta pillanatnyi csend után a herceg. Ostobaság, és ne kapkodjon állandóan a hátsó zsebéhez. Ez a mozdulat megnyugtat. Amíg a pisztoly nálam van, addig... Nem akarok ilyen szavakat hallani magától, kiáltott erélyesen Mód. Ezt is rögtön a fürdőszobába zárja, gondolta az ágy alatt a léha ismeretlen. Most elsősorban lemegyünk a halba, és megtudjuk, mi van itt a szállóban. De ha ma este nem menekül, akkor vége mindennek. Hallgasson, kérem, látatlanban nem ítélhetjük meg a helyzetet. A fiatalember hallotta az ajtót csukódni, megkönnyebbülten sóhajtott. Még néhány másodpercig várt, aztán elhatározta, hogy kimászik. Zörrenés. Gyorsan visszabújt. Ez mi? Lassan nyílt az ajtó, és lépés csikordult. Talán takarítanak? Nem valószínű. Ez az illető nagyon óvatosan jön be. Ez settenkedik, kérem. Jó lenne kinézni, de csak lábat lát. Fehér teniszcipőt, kisé piszkos, és pontosan az orrán különös alakú barna folt van, bizonyára kávé. A teniszcipő távozik, az ajtó becsukódik. Most! Gyorsan kibújt. Ha a vendégek a halban vannak, akkor üres a kert. Szétnézett. Az asztalon egy levél. Mi csak? Ezzel settenkedett be a fehér teniszcipő a furcsa alakú kávéfolttal. Gépírásolt cím, Mód Borkman kisasszonynak első emelet, 73-as szoba. Ah, nem fontos, gyerünk tovább. Az ablakhoz osont. Azután hátra hőkölt. Mi van itt, kérem? Hat szintér lett a szálló? A kertben egy utász osztag dolgozott. Drótsövényt állítottak fel. Rövid ideje dolgozhattak, de már állt a tüskés akadály félkaréban a kerten túl, és szuronyos őrök állnak az akadály külső részén. Gólába rakott puskák, gőzölgő kondér, táborozó legénység. A szálló környékét megszállta a katonaság. A szemtelen idegen tanácstalanul állt az ablaknál. Azután lehajtott fejjel, szomorúan távozott a fürdőszobába, önkéntes rabságba.